Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szeres Attila, a minden zsidó forrás tudója és megmagyarázója, péntek reggeli esztrád műsorunk. Ilyenkor általában Attilával megszoktuk beszélni, hogy mi volt a hét eseménye és mi lesz a jövő hét eseménye, hisz legközelebb adásban van majd hétfőn a Világ zsidó szemmel című műsorban. Attila, a Közel-Keleten, azaz újkori zsidó államban a helyzet elég kemény. Mit tudsz erről mondani nekünk? Hát mikor nem kemény, ugye visszakérdezek ilyenkor, Izraelben hát, mindig. De jelen pillanatban meg tudott állapodni a miniszterelnök, hogy nincs szükség arra, hogy a Knesset megszavazza, hanem egyenesen ők hozhatják meg a végrehajtási eljárásokat, küzdenek a bürokrácia ellen, hogy azoknak, akiknek megítélték a támogatást, meg is kapják órákon belül. 2000 katonát behívtak, hogy azok is segítsék, és itt nagy kérdés, hogy itt össze lehet kötni ugye azt, hogy az izraeli katonaság kérte az Amerikai Egyesült Államokat, hogy a levegőben vadászgépeket, üzemanyaggal ellátó gépeket előbb szállítsák le, ez már egy összeesküvés elmélet, és akkor most 2000 tartalékos behívnak, akkor most mire készülnek? Háború a koronavírus ellen, vagy valami egyéb? Hát először is Izraelben akkor kemény a helyzet, amikor háború van. Jelenleg Izraelben nincs háború, tehát ez békeidőnek számít az ottani érték ítélet szerint. Amikor 30%-os a munkanélküliség és tombol a koronavírus? Persze, hát ez mindenképpen békeidő. Háborúban katonák harcolnak és emberek halnak meg, és jelenleg ez szerencsére nem jellemző. De a lényeg az az, hogy az, amit az elején mondtál, az a Knesset felhatalmazás nélküli kormány, micsoda, hát ez azért eléggé hasonlít a mi márciusi helyzetünk közlegábbis az én számomra. Majdnem ugyanaz. A rendkívüli felhatalmazás, hát a rendkívüli idők, tehát én nem azt mondtam, hogy nem rendkívüliek az idők, én csak azt mondtam, hogy ez békeidők vannak, és ezekben a rendkívüli időkben a kormány úgy érzi, hogy bizonyos kérdésekben nincs idő várni a demokratikus pepecselésre, hanem konkrét kormányzati intézkedésekre van szükség. Tulajdonképpen, amit az elején mondtál, az ez egy átmeneti dolog, a koronavírussal függ össze, tehát semmi különös dolog nincs ebbe. A másik, amit felhoztál, az hát részben kapcsolódott ehhez, mert ugye valóban az a hivatalos indok, hogy azért hívtak be 2000 tartalékost, mert a karanténnak a betartását akarják velük segíteni. De hát azért vegyük észre, hogy ott most van ez az annektálás para Izraelbe. Hogy na de nekem úgy tűnik, Attila, én az éjszaka néztem, a késő esti órákban tartotta meg Netanyahu és a gazdasági, a pénzügyminisztere egy rendkívüli sajtótájékoztatót. Ez a sajtótájékoztató legalább másfél órát tartott. Kérdezni lehetett. Tehát a helyzet nagyon nem egyszerű. Tehát jelen pillanatban nem csak a vírussal, hanem a gazdasági helyzettel. És annyira meggyőző volt Netanyahu, hogy régen nem volt ilyen. Hát milyen értelemben volt számodra meggyőző? Hogy éjjel-nappal ezen dolgoznak, hogy küzdenek most a bürokrácia, tehát nem elég, hogy döntenek valamit, hanem azt ki is kell vitelezni, hogy jogászok garmadával, a különböző minisztériumok jogászai kell, hogy összeüljenek, rendeleteket kell, hogy hozzanak azért, hogy a kifizetések létrejöhessenek, félretesznek mindent, és gondoskodnak arról, hogy az emberek ne haljanak éhen, hisz egy olyan gazdasági lelassulás van a koronavírus miatt, üzletek ezrei mentek tönkre a kisvállalkozóknak, föl kell éleszteni.
most nem új lendület, hanem hogy addig is, amíg jön a lendület, addig is ne legyen éhenhalás. Hát igen, az a gazdasági helyzet az valóban nagyon kritikus, de hát, hogy mondjam, azért a gazdasági helyzetben elég nagy szerepet játszik a jelenlegi koalíciónak az összetétele is, meg hát az izraeli politikai hagyománya. Hát a sajtótájékoztató keretében szinte könyörgött Gantznak, hogy üljenek már le és csinálják meg a költségvetést, mert nagyon fontos a koronavírus, de az, hogy nincs egy országnak költségvetése, azt le kell ülni és azonnal megcsinálni. Hát igen, és itt azért érdemes megjegyezni, hogy Magyarország meg éppen most nyújtotta be már a jövő évi költségvetését Izraelnek, meg hogyha jól sejtem, akkor még az idei költségvetéséről van szó. Hát igen, tehát erre próbáltam utalni, hogy ez a jelenlegi nagy koalíciónak, hát ez is az ára, egy gigantikusra méretezett kormány, ugye 36 fős, ezen kívül mindenféle zsaroló kispártok. Ugyanakkor el akartak indítani egy vizsgáló bizottságot a legfelsőbb bíróság, illetve az ügyészség ellen, ami egy nagyon érdekes dolog volt, mert idáig nem volt divat, hogy nyilvánosan bírálják a bíróságot. Hát azért Netanyahu egy ideje eléggé nyilvánosan bírálja. Hát igen, csak hát azért abban a pillanatban, amikor mindenki mindent bírálhat, illetve tüntet, szóval ez már kicsit anarchisztikusan hatott a dolog. Hát nem annyira anarchisztikus, több fontos harcot vív valóban a miniszterelnök, és mindeközben persze zajlik ellene az a büntetőeljárás is. Hát szóval tényleg nehéz ügy ez a mostani, és akkor itt van az annektálás. De hát annektálás, akkor, nem történt igen, semmi. Hát nem beszéltünk még az annektálást csak érintettük, de nem beszéltünk az iráni atomfejlesztéseket sorozatba érő balszerencséről, amihez lehet, hogy szintén van némi köze. Nem megerősített források szerint. Hát megnevezett források szerint, mert a The New York Times az egyenesen Izraelt vádolta ezzel, és hát ezek a repülő után töltős sztorik is, szóval nehéz eligazodni. Elavultak a régi repülő után töltősek. Azok ilyen felújított Boeingek voltak, és most már van ez a KC-42, és haladni kell a korral. Igen, hát ezt érdemes megemlíteni, hogy Izraelnek azért most is van repülő után töltője, tehát hogyha nagyon akar, akkor el tud jutni. Igen, ám csak én abban a pillanatban, hogyha erről van szó, akkor ugyanúgy, mint elkezdek gondolkodni, hogy miért is kell most ez az után töltő, tehát akkor az a gép messzibbre akar elmenni. Tehát valami feladata van neki egy hosszú távon. Hát igen, de amikor spekulálni akarunk, hogy akkor mindig egyből irányult az embernek az eszébe. De azért ne felejtsük el, hogy Netanyahu tényleg rohan az idő után, tehát ő nyilvánvalóan úgy érzi, és nem alaptalanul, hogy bizonyos szempontokból neki nincs ideje kivárni például az amerikai elnökválasztásnak az eredményét. Tehát éppen most a demokraták most terjesztettek be egy törvényjavaslatot a szenátusba, nem is akárhol a szenátusba, a felsőházba, ami például korlátozná az amerikai eszközöknek az igénybevételét az annektáláshoz. Tehát ez ugye vicc. Más demokrata képviselők meg egyenesen megvonnák az izraeli támogatást, katonai támogatást feltételekhez kötnék. Tehát az a lényeg, hogy Netanyahu joggal érzi úgy, hogy neki sietnie kell, és amit csak lehet kipréselni az időből és a lehetőségekből. Tehát az, hogy most felgyorsítja ezeknek a repülőgépeknek a beszerzését, az simán azt is jelentheti, hogy még a Trump újra, az ő számára reménybeli újraválasztásra előtt,
vagy esetleg Biden megválasztása előtt még, ezek még meg akarja szerezni. Te elhiszed azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok megvonná a katonai támogatást, ami tulajdonképpen nem egy olyan támogatás, hanem egy összeg, amit Izrael máshol nem költhet el, hanem tulajdonképpen ott. Az izraeli katonai támogatás tulajdonképpen az amerikai iparnak egy nagyon fontos működtetője. A cipőtől, a katonai egyenruhától, a vadászbombázóig minden ebből a pénzből van megvéve, ezzel részben tönkretéve az izraeli ipar. Cipőipar, ruhaipar és amit akarsz. Hát ahhoz már kevés időnk van, hogy még az izraeli ipar tönkretételével is összekössük a segélyeket, de valóban ez a katonai segély, ezt azért adja Amerika, mert neki is érdeke, tehát itt nyilvánvalóan nem valami humanitár. Ezt akartam hallani tőled. Ez egyébként majdnem minden segélyre valamilyen szinten érvényes, de most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy igen, lehetséges a demokratáknál olyan erős őrségváltáson, és annyira szorulnak ki az Izrael barát képviselők a demokrata pártba, és az Izrael ellenesség annyira erősödik, hogy igen, sajnos már elképzelhetőnek tartom, hogy nagyon szigorú feltételekhez kössék, sőt, akár meg is vonják Izraeltől ezt a támogatást. Mondjál valami jót végszónak, mert ez a végszó, ez nem jó nekem szabatra. Hát egy amerikai professzor, akinek van egy algoritmusa, ami az amerikai elnökválasztásoknak az esélyeit kiszámítja, nem megjósolja, hanem kiszámítja, és 120 évre visszamenőleg működött. Nos, ez az algoritmus jelenleg 91%-os valószínűséggel Trumpot hozza ki győztesnek, hogyha ez megnyugtat végszónak, akkor legyen az. A pontos idő 9 óra, annyi időnk marad, hogy azt mondjam neked, hogy Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. És bízunk benne, hogy Al Kulánu, mindannyiunk szerte a világon egy békés szombat következik. Most viszont következik a 9 órás mindentől független híradó. A híradó után is itt vannak a pénteki műsorok. Tartsanak továbbra is velünk. További jó tévézést. Köszönöm, hogy velünk voltál. Shabbat Shalom.